Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Józan László színművész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Üdvözöljük itt a stúdióban. Kellőképpen nem kell magának zakóba lenni, jó? Milyen 150-szer ugyanazt előadni? Az igazság az, hogy én 93-szor játszottam, mert le vagyok kettőzve. Nagyon jó érzés, 3 éve mutattuk be az előadást, és tulajdonképpen 1 évad alatt játszottunk belőle 50-et, ami azt jelenti, ez egy független színházi produkció, ami ez egy nagy dolog, hogy a 150. előadást elérkeztünk. Tehát magyarul kassza siker. Igen, 50 000 nézőnél tart az előadás, májusban volt az 50 000. Nézőnk. A 3 év alatt, és 2014. július 12-én mutattuk be az előadást, tehát ahhoz viszonyítva 3 év alatt nagyon-nagyon sokat elértünk, akár nézőszámban, akár előadásszámban, de akár tájolásban. Mi ez a tájolás? Bérini volt... utazó szint. Igen, általában vidékre nyilván, tehát a vidéken játszottuk már több helyen, én konkrétan Szegeden, de voltunk vele Szombathelyen is, akkor nem én voltam. Idén nyáron lesz az első olyan alkalom, illetve 2 alkalom, amikor nyári színházi előadásként szabadtéren játsszuk, Nyíregyházán lesz, július 14 és 15, és ha nem esik az eső, van esőnap, és július 22-én Veresegyházán, azt viszont én játszom, és ott 23-án van az esőnap, de ez egy nagy dolog számunkra, a csapat számára, az előadás számára, mert szabadtéren még nem játszottuk, csak őszintén. Úgy tudom egyébként, hogy már ezekre a nyári előadásokra sincs jegy. Így van, a június-júliusban van 8 darab előadás az Atrium Filmszínházban, arra már nincs jegy, tehát ez ahogy kijönnek a jegyek. Akkor most ne is áruljuk a jegyeket, akkor áruljuk Józan Lászlót. Mikor döntött el, hogy színész lesz? Gyerekként, nyilván az ember ilyenkor azt szoktam, hogy gyerekként, én már sok mindenre gondoltam, olyan 15 éves korom körül, 14-15 éves korom körül döntöttem el, hogy ezzel fogok foglalkozni. Miért táncolt otthon a tükör előtt, vagy szabadt a suliban? Nem igazán, szabadtam a suliban. Igen, meg énekeltem, és akkor a magyar tanárnőm úgy gondolta, hogy felé kéne engem terelni. Aztán a Beregszászi és Gyula Magyar Nemzeti Színház gyerekstúdiójának lettem a tagja, mert én Kárpátalján születtem, ott is nőttem fel 18 éves koromig. Ezt akartuk hallani, igen. És 18 évesen felvételiztem a Színművészeti Egyetemre itt Budapestre, és felvettek elsőre, amit én akkor nem úgy éltem meg, hogy ez mekkora nagy dolog, hiszen felkészültem, megtanultam 15 monológot, 5 dalt, 5 verset. És mit 10 adott verset, elő? És akkor... Mibe szerettek bele? Hát, sok mindent kérdeztek, de Hamlet monológtól kezdve népdalokon át minden volt, tehát hogy 3 fordulós ugye a felvételi rosta. Mi a kedvenc népdala, amit akkor el is énekelt? Az egy erdélyi népdal, jaj, de Bajoski egymást nem szereti. Tehát, akkor most a következő ötletem van. Általában a színészek beszokták énekelni magukat. Igen. Itt teljesen spontán, akárha nem ezt, akkor valami mást énekeljen nekünk. Hisz lassan a politikai magazin előadásban. Hát ez a gyönyörű, tehát nem playbackről, hanem ugye a lelkéből. Hadd segítsek azzal, hogy az Őrültnök ketrece volt 2 éve számomra az évad előadása. És önöket imádtam. Na, akkor halljuk. Akkor most halljuk. De hogy konkrétan mire gondolnak, hogy énekek egy szabadon népdalt? Választott, amit akar. Így kora reggel, így beinkosnál. Tudja, mit akár szavalhat is. Nézzük, a nézők hagylásák, hogy maga egy élő ember. Egy beszélgetésre jöttem, és te pedig egy produktumra. A kettő között szerintem különbség van. Hogyha lehet, akkor én most az éneklést kihagynám, mert azért reggel, már nincs nálam óra, de azt hiszem, ilyen 8:30 magasságában vagyunk, és ilyenkor még azért a torkunk azért még alszik. Ki a kedvenc költője, akitől pár sort idézni tud? Hú, ezek jó kérdések. Nem van kedvence, meg van, aki, csak kiveszem a fülemből, mert segítenek gondolkodni, és az zavaró dolog ilyenkor reggel. Éppen magát akarják megmenteni, hogy hagyjuk, inkább beszélgessük, nem hagyjuk. Tehát akkor halljunk valamit. Nagyon sok kedvenc költőm van, tehát a Pilinszkitől kezdve József Attila, Radnóti. Most, ha így bevallom, mit szavalt, amikor a felvételin volt?
Rég volt, bevallom. Tehát, hogy az 2005-ben volt, nagyon rég volt, és magát a... Na jó, mi lesz a következő szerep, amire már készül? A következő szerep, hiszen amire... nem egy darabos színház. Nem, ugye én a Víg Színháznak vagyok a tagja, ott játszom 2009 óta, és jövő évadban a Pesti Színházban lesz a Vadkacsa Marton László rendezésében, ahol én Grégerst játszom. A jövő évadban nekem ez a Vígben, illetve a Pestiben a főbb dolgom. Ugye most mutattuk be, nem olyan rég, május közepén mutattuk be a Víg Színház házi színpadán a Távoli Dal című monodrámát, amit Szabó István rendezett. Az egy csodálatos munka volt. És hát augusztus végétől játsszuk az Őrült Nőket az Átriumban, amire jegyek lassan kaphatóak. És ami nagyon fontos, hogy például mi az Őrült Nők csapatával nagyon sokszor jó ügy mellé állunk, tehát volt már olyan, hogy Kárpátaljára három családnak az én falumban, ahol én felnőttem, ott segítettünk egy egészen otthoni viszonylatban, egy egészen nagy összeggel. Milyen érzés volt visszatérni a szülőfalujába? Az mindig jó érzés. 18 évig ott éltem, a szüleim ott élnek, az egész családom ott él, én élek egyedül Budapesten. Nagyon-nagyon jó érzés volt, az meg pluszban jó volt, hogy tudtunk segíteni. Kitaláltuk Puska Judit barátommal, fotós barátommal, ugyanis készült az Őrült Nőkről egy fotósorozat, ami ki volt állítva az Átriumban, és ezt elárvereztük. És ebből befolyt egy viszonylag nagy összeg, amit otthon, annak a három családnak iszonyú nagy segítség volt. Nem tudom, hogy tudja-e, hogy Kárpátalján az elmúlt hetekben magyar-zsidó kulturális napok voltak. Hallott erről? Bevallom, hogy nem. Őszinte leszek. Milyen lehet az, amikor Magyarországról egy kis magyar kultúrát importálunk? Igazából magyar kultúrában nőttem fel. Tehát az, hogy Kárpátalja Ukrajna, az annyit jelent, hogy Ukrajnához tartozunk. Az én családom mindenki magyar. A családomban mindenki magyar. A környezetem mindenki magyar volt. Néptáncoltunk, népdalokat énekeltünk, szavaló versenyek voltak. Én magyar iskolába jártam, ahol a falunak a lakossága 99,9%-ban magyar lakta. Tehát, hogy az, hogy magyar kultúra, az nem tegnap előtt jött be Kárpátaljára. Ha végignézi az őseit, akkor hány országnak voltak az állampolgára? Úgyhogy ki sem mozdultak az udvarról, úgy legalább egymás után, nem tudom, 5-6, nagyon sok. Tehát, hogy napok teltek el, és már egy másik országhoz tartoztunk. Zseniális előadás, még egy pillantra visszatérve az Őrült Nők ketrece, de milyen a közösség? Úgy tűnik a nézőtérről, mintha tulajdonképpen valami örömszínházat játszanának, igaz ez? Mindegyik szerepén azt gondolom, hogy egy örömjáték. Ha az én szerepemről kell beszélnem, én imádom, szeretem, tehát az egyik, a nézők által az egyik legszerethetőbb, vagy legalábbis a akkor a szerepet magyarázom most el a nézőknek. Ha elmagyarázom a szerepet, akkor nem fognak eljönni megnézni az előadást. Legyen annyi elég, hogy nem így nézek ki, tehát van rajtam némi, hát egy pár kilós mink és műszempilla és minden más is csillámpor. Tehát nyilván az Őrült Nők, azt gondolom, hogy a nézőknek talán nem kell elmondani, hogy miről szól. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek egy örömjáték, mindenkinek egy jutalomjáték, akár tehát ilyen szereplőgárdával játsszuk az előadást, hogy Stoll András, Hevér Gábor. Tehát mindenki nagyon szeret, és az valószínű, hogy látható és érezhető is az előadás folyamán, hogy mindenki, nagyon jó volt a próba folyamat, ugye Alföldi Róbert rendezte. De ő azért szigorú. Igen, nyilván, tehát egy rendező legyen szigorú, tehát hogyha jót akar, akkor legyen szigorú, mert a színészeket meg kell fogni. De közben egy örömjáték volt, egy örömpróba folyamat volt az a két hónap, amíg mi ezt próbáltuk, és valószínű, hogy ez érezhető még három év után is, tehát a 150. előadás környékén is, ez érezhető, hogy bemegyünk és szeretjük csinálni. Mi a véleménye arról, hogy Angliában minden szerepre külön toborozzák a színészeket? Ugye mi egy más rendszerben dolgozunk Magyarországon, Európában, ez már kevés helyen van így, hogy repertoár színházak vannak és társulati tagok vannak. Nálunk az Átriumban sincs az társulati tagság. Igen, bocsánat, én most a Vígről próbáltam beszélni, de úgy van, az Átriumban nincs, tehát ott az a jó. Én azért szeretek független társulatokkal játszani, mert ott új kollégákkal találkozom, új emberek, új arcok, ami nagyon jó. Mennyire engedi el a Víg? Nézze, játszom a Pince Színházban Tartüfőt, tehát azt gondolom, hogy és forgatok egy napi sorozatban rendszeresen, tehát azt gondolom, hogy abszolút egyeztethető vagyok. Szóval visszatérve a kérdésre, hogy én egyetértek azzal, hogy, mert nagyon sokan vagyunk, mármint színészek, és én egyetértek azzal, hogy castingolnak egy szerepre,
Nyilván az embernek van egy magabiztossága, illetve egy biztonságérzete, hogyha egy társulathoz tartozik, mert akkor pontosan tudja, hogy lesz jövőre munkája, nem kell azon aggódni, hogy úristen, lesz-e egy-két szerepem. Akkor lehet, hogy jobb egy castingon, mert nyugodtabb. Igen, ez embertől is, színésztől is függ, mert én például castingon bevallom, nem vagyok annyira jól. Ha meghívnak, elhívnak, és azt mondják, hogy ez van, akkor ez egy másik. Akkor most kössünk egy dílt. A díla következő, Józan Lászlót visszavárjuk. Igen. De útközben beénekli, mert különben nem fognak a nézőink elmenni megnézni. Rendben. Tehát most így gyorsan le is tegeztelek, tessék legközelebb útközben beénekelni, rendben, és átpörgetni, hogy mi is volt az a vers, amivel fölvettek. Rendben. Kedves nézőim, az elmúlt percekben láthatták és hallották az ifjú művészt Józan Lászlót, aki nem is lehet érezni a hangján, hogy nem itt született ezen a tájon, hisz a korabeli történelmi Magyarország szülöttje. És akkor már is következik Radnainé dr. Fogarasi Katalin, az Aponyi Hintóról és a Múzeumok éjszakájáról lesz szó, tartsanak továbbra is velünk. Ez lesz mai utolsó beszélgetésünk, és ezután jön a híradó, és vége akkor a reggeli politikai magazinműsorunknak. Ne felejtsék, 5777 esztendős múltunk, biztosíték arra, hogy mi még az időjárástól is függetlenek tudunk lenni, de önök támogathatnak minket. Hogyan? Egyszerűen bekapcsolják a tévét, és minket néznek. Tudják, közben lehet olvasgatni, pihengetni, de mi a nap 24 órájában készen állunk arra, tetre készen bekapcsolják, és mi itt vagyunk. Velem legközelebb 7 órakor a 7 órás vendégbe találkozhatnak, addig is érezzék jól magukat a viszontlátásra, és akkor most következik az Aponyi Hintó és Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nőri főigazgatója. Viszontlátásra! Viszontlátásra!